Williams Televízió. Május 20-án rendezik meg Gyálon a már hagyományos Pünkösdi Fesztivált. Az est fénypontja Bangó Margit művésznő fellépése lesz, de a számos nívós szórakoztató programról gyár testvértelepülésének képviselői, a kibéri néptáncosok sem hiányozhatnak majd. Mindenkit várunk ide Pünkösd vasárnapján, ez hagyomány teremtéssel jött létre. Ugye amikor a városközpontot átadtuk, akkor volt az első ilyen utcazenei fesztivál, amely a népi motívumokra, a népi zenére, a népi, hogy is mondjam, táncokra jött létre. Kicsit ellensúlyozva az augusztusi utcabált, ahol a rockzene jelenik meg a városban. Szeretnénk volna és hagyományt teremteni, és úgy érzem, hogy ez sikerül is, hiszen tavaly is nagyon jó hangulatú volt, és a BL döntő egy időre esett ebben a pünkösdi dologgal, kivetítőn nézhettük. Nagyon sok érdekes jó program lesz, itt lesz a testvértelepülésünk Kibéd is, ők is jönnek egy 20 fős csapattal, gyerekekkel, akik majd itt ilyen néptáncot fognak spontán mutatni, illetve hát már nekünk is van néptánccsoportunk, ők is már előre haladottan művelik ezt a dolgot, még természetesen nem profi szinten, hiszen decemberben kezdték el, és szeretnénk egy ilyen össztáncot, táncházat is csinálni egy órán keresztül. Hát a fúvózenekar is hagyományosan fel fog lépni, Kibéd képekkel bemutatkozik, mint egy hónapot töltöttek ott fotóriporterek, fotós emberek Kibéden, és az életképeiket hozzák el. Ezt vasárnap fogjuk megnyitni, és meg is lehet nézni vasárnap ezeket a képeket majd a közösségi házban, és hát a színpadon pörög a gyáli szoknya, különböző előadások lesznek, és hát az est fénypontja Bangó Margit, aki tavaly évben költözött ide gyárra, és hát úgy gondoltuk, hogy talán őt is érdemes itt Gyálon felléptetni. Tárgyaltunk vele, elvállalta, és azt gondolom, hogy egy nagyon színes, szép estének nézünk elébe, remélem sokan leszünk, és amikor a színpadon a műsorszámok hát lementek, akkor ugye a hagyományoknak megfelelően itt a három parkoló részbe, három vendéglátós, három zenész húzza majd a talpalávalót, vagy a toroknak valót, már úgy értem, hogy az éneklésre valót. Tehát amíg jól érezzük magunkat, reméljük az idő is jó lesz, úgyhogy én mindenkit várok ide, és ugye senki ne felejtse otthon a jó hangulatát, mert az fontos, hogy időnként egy kicsit kieresszük a gőzt, megismerjük egymást, beszélgessünk egymást, hiszen az ide való kötődést a településhez ez is erősíti. Williams Televízió.